Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzetsportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délét, kellemes délutánt, nem tudom mikor néztek. Tudjátok a lényeget, iratkozzatok fel csatornámra, és kapcsoljatok kis csengőt, mert nem adjatok le semmiféle feltöltésről. Gyerekek, újabb nap és újabb videó, újabb parapéntekhez értünk. Rengeteg esést kaptam az elmúlt napokban, úgyhogy szerintem egy-két héten belül összetudom rakni egy újabb részét a ti estetek én reagálok videómnak. Továbbra is küldetitek a ti estetek, én reagálok videóhoz, a ti eséseitek ide az Instagramomra. Meg kell szépen linket küldjetek, legegyszerűbb, hogyha a www.vitransfer.com-ra feltöltött, elküldöd nekem a linket, mert ezt szeretném szedni. Fontos, ne tegyél rá zenét, ne vágd meg, ne írjál rá semmit, de hát nyers videót szeretnék az esésekről. Lehet küldeni esést biciklivel, motorbiciklivel, gördeszkával, görkorcsajával, rollerrel, szekérrel, szinte mindennel. Lényeg az, hogy ne legyen megjátszodva és ne legyen erőltetett, ne látszódjon rajta, hogy akarattal volt, úgyhogy ja. Továbbra is hoztam nektek egy olyan videót, amit az elmúlt hetekben is hoztam, mikor nem volt elég ti esésetek, de hát ilyen para lájnokat, nagy ugrásokat, eséseket, de nem annyira az esésekre összpontosítok ezekbe a videókba, ugyanis a YouTube-nak a rendszere újabban nem annyira csípolja a csak eséseket, baleseteket, és hát ilyen sárga jelzést adnak ezekre a videókra. Nagyon-nagyon fontos, megint el szeretném mondani, hogy ennek a parapénteknek, parapéntek sorozatnak az volt a lényege, hogy mutassam meg, hogy az igazi profik azok használnak sisakot, mert itt a környékünkön, legalábbis Romániában a legtöbb gyerek nem használ sisakot, ugrálnak be a lépcsőn, ugrálnak be a falról, egykerekeznek, meg minden, 180-aznak sisak nélkül, és kurvára veszélyes. Azért hoztam létre a parapéntek sorozatot, hogy hívjam fel a fiataloknak a figyelmét arra, hogy fontos a sisak. Úgyhogy tényleg megkérek szépen, ha egyszer tehetitek, ne üljetek bringára sisak nélkül. Na de, nem is fosnám tovább a szót, nézzük meg, hogy erre a hétre mit hoztam el nektek. És itt egy jó kis wrap volt. Valaki írta, hogy ez a fék nélküli csúsztatást, azt úgy hívják, hogy wrap vagy rust. Szegény. Na ezt adnám. Na ezt adnám, gyerekek. De adnám ezt. Van valakinek bungee, aki meg akarna hívni, hogy ugráljak le bringával bungee-ról? Szóljatok. Szegény túl elődőlt, és földobta a hátát egy kő. Mekkora lépcsőt ugrott föl. Szerintem ez Danny Mac, ha nem tévedek. Igen, tudti, hogy Danny Mac. Danny McCaskill. Az ilyen. Bazd meg. Ez komoly volt. Én mondjuk simán szedtem volna azt a szalagot. Nem kellett volna fa hozzá. Ezek a wrappek. Bazd meg. Hát, jól érzi a bringát. Baszki. Na ez igen.
kúra kemény volt. Azt a videót várom már, amikor így egy drónnal leütik a pilótát a bringáról. Azt a kúra. Olyan szintekre ment, ez a Red Bull Roof Ride volt, ezt akartam pont mondani, hogy olyan szintekre mentek el a csávok, akkorákat ugranak, hogy ilyen 14 méter hosszakat. Nagyon durva, gyerekek. Csoda, hogy a bringa is kivírja. És eddig a videóban még egy profi versenyző nem volt, na itt az első sisak nélküli profi versenyző, így mondom. Jó, gondolom meg volt repedve. Baszki. És újra Danny McCaskill. Ezt láttam pont Instán. Figyeljétek, átfordítja. Az utolsó nem jött össze szegénynek, de azért kurva pontosnak kell legyél, hogy megálljon még az a... És egy rossz bring, hát ez biztos kettő nyílik. Mit is várhattál? Sokan kérdezték, hogy miért nem csak én is ilyen szarbringa a triál videót, hát pont azért, mert attól félek, hogy szétbaszom magam. Nem tört el, hanem csak elhajlott. Egy nagy blattot ugrott a csávó. Itt meg a lába jött le a pedálról. Mit mentett? Túl elő volt a levegőbe. Ugyancsak. Itt meg nem ugrott eleget. Fölcsiptette a tökét, biztos. Úgy látom, csávokámnál van egy kis triál alap. Igen, jó volt, jól megoldotta. Kurva nagy sebesség van itt, ezt azért elmondom. Ez Matt Jones amúgy, ha nem tévedek. Idén csinált három új trükköt, amit még soha senki nem csinált. Bazd meg! Egy picit túlugrott az érkezőt. A kolimánc az biztos lejött a karjáról. És ez megint mi lesz? Azt a mekkora ugró van ott megint előtte? .360 tailwhip volt, ha jól vettem ki a kamerából. Itt van, amiről beszéltem, ez az egyik olyan trükk, amit Matt Jones adott idén. Először, World Premiere. Na ez igen. Ez elég komoly volt. Hihetetlen, milyen sebességgel mernek menni. Úgy hétvégén volt a DH világbajnokság. Az is nagyon durva volt. Végül Greg Minnall nyert negyedszer. 40 évesen. Bazd meg. És ezt is ezt mondom, hogy milyen hosszú. Nézzétek, ez egy csaj egy kis bringával. De jól érzi azért a manuált. Wow. Hát ez nem lehetett könnyű, azt elmondom. Az igen. Én nem értem ezeket, tényleg ezeket a BMX-eseket nem nagyon értem. Nagyon-nagyon kamikázek. És ez örök ki, hogy lehull a sírmi sapka a fejükről, ez megint nekem nagyon magas. Egy duplát, egész smooth-on. Nagyon szépen beadta. Itt nem lesz sisak. Tudtam, bazd meg. És
És ők mennek pont a betonon, csizsapnék küdát. És megint csak nem kis sebességgel zúznak lefele a srácok itt. Azt a kurva. Jó, itt majd megakadt rendesen. Oh yeah. Bazd meg, milyen pumpot nyom. Figyeljétek, nem hajtja, hanem csak az éveket kihasználja, belepompál. Hihetetlen milyen sebességgel megy. Jó, hát itt biztos esés lesz. Á, nem csak kicsapta a vizet. És ez nincs felgyorsítva. Ez az igazi öngyilkosság. Sírmi sapka, headset a fülbe. Ne is hallod, hogyha a bringán valami recseg ropog, hanem egybe törjön majd. Nem értem ezeket a fiatalokat. Én például imádom hallani a bringának a hangját, meg ha valami recseg vagy ropog, akkor izé egyből azt meg szeretem javítani. De hát, hogyha beteszed a kibaszott hangfalakat, vagy hangfalakat, fülhallgatókat a füledbe, esélytelen, hogy bármit is halljál. Szinte megrájdolta a láncsét. Na itt vannak a vredpek gyerekek. A rostok. Jó, mondjuk ilyenkor picit csalós a GoPro, mert ugye ilyen wild view-ba van. És azért ott van hely, elmondom, de azért egy csúszás vagy valami és ott beesni azért biztos nem lenne fasza. Ez kitúrta rendesen a kanyart. És megint egymás seggébe másznak. Á, nem, most vettem észre, ez is drónnal van. Hú, de milyen jó az a pálya. Wow. Hát persze, hogy Red Bullos, hát milyen legyen. És ennyi lett volna mára, gyerekek! Ennyi lett volna mára! Ennyit hoztam mára. Remélem, hogy tetszett. Ez lett volna az e-heti parapéntek. Még egyszer elmondom, hogy ide az Instagramomra küldhetitek a ti estetek, én reagálok videóhoz a ti eséseitek. Nagyon fontos, hogy linket küldjél, legegyszerűbb www.vitransfer.com. Ne tegyél rá, ha lehetőleg lehet zenét, vagy ne TikTok videót küldjél, illetve ne írjál semmit, illetve ne vágjál rajta, illetve ne lassítsál, hanem nyers esést kérek. Maszkok, sapkák, sírmi sapkák ugyancsak itt elérhetőek az Instagramomon. Illetve mindenféleképpen az Instán kövessetek be, hogy végre legyen meg már a 20 000, vagy valami már legyen, mert olyan rég stagnálok a 10-11 000-nél, hogy az valami hihetetlen. És ekközben itt YouTube-on már vagyunk 60 000-en, úgyhogy legalább fele jó lenne, hogyha az Instámra is feliratkozna. Nagyon fontos, gyerekek, használjátok sisakot, nem mondom, hogy páncélozzátok be magatok, de legalább minimum a sisakot tegyétek föl, hogyha mentek bringázni, ugrálni, vagy csak hogyha teér mentek le a közérbe is. Mai napi komment az ment ide. Én Orbán Gabi voltam. Piii!